barátaim, testvéreim, magyarjaink, romáink, zsidóink, az Isten áldjon meg mindannyiótokat. Budapest, Budán vagyok, 2019-11-16-a van, Szentfelvér vagyok, eljöttem. Itt a Mi Hazánk mozgalom, a náci eszmét gyakorlók fognak körülbelül 10-15 percen belül megjelenni, látható a színpadjuk. Az Éke Jogvédő Egyesület és a mi pártunk ima tiltakozik, hogy egy demokráciában még mindig jelen lehetnek azon a személyek, akik hazánkat összeúszítják, romáinkat, a zsidókkal, a magyarokkal. Ez a legnagyobb bűn, a világ bűne, mert ugyanis a második világháborúban, kedves magyarjaink, sok ember veszítette az életét, és akkor is sajnos Magyarország csatlósa volt a náciknak. Ez ellen tenni kell, és minden demokratikus, tiszta szívű, konzervatív politikusokat kérek, hogy állítsuk meg közösen azt, ami a hazánk érdeke. Igen, az Éke Egyesület mindig megtett mindent annak érdekében, hogy békesség legyen hazánkban, mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen másodrendű állampolgár a zsidó és a roma ember, mert ez ellen tiltakozunk, adót fizetünk, harcoltunk hazánkért, és harcolni is fogunk, ha szükség lenne, és építettük Magyarországot, fővárosunkat. Ezt nem tehetik meg azon személyek, akik csupán politikai önös érdekből teszik azt, amit tesznek. Tehát én kérem a jelenlegi kormányt és az ellenzéket, hogy legyenek partnerek abban, hogy valóban állítsuk meg Magyarországon ezt a nácizmust, ami erkölcsileg és gazdaságilag is letiporja a mi csodálatos magyar hazánkat. Isten áldjon benneteket, még jelentkezem. Sziasztok!